Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudó. Ezek az evangélium igéi. A közelmúltban elolvastam az utolsó perzsa sah feleségének emlékiratait. Ez felidézte azt az időt, a 70-es évek végét, amikor a rádióból, a sajtóból követtem az iráni iszlám forradalmat, mikor a jószándékos, az országot modernizálni kívánó sah a síita papok ellenállásába ütközött, föllázították ellene a népet, kénytelen volt elhagyni az országot, és kitört ott egy iszlám rémuralom a kivégzések tömegével, a kézlevágásokkal, korbácsolásokkal, a Koránban leírt középkori büntetőjog bevezetésével és könyörtelen alkalmazásával. És egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy hiszen a mi szent királyaink idejében a törvények hasonlók voltak. Kivégzések, kézlevágások, korbácsolások. Csak hogy ez nálunk a középkorban történt. Akkor, amikor nemigen tudták elképzelni a hatalmat máshogy, mint abszolút hatalomnak, amikor a vallásszabadság eszméje még nem merült föl, ugye a középkori ember az groteszknek tartotta volna azt, hogy pluralizmus legyen, hogy mindenki a saját meggyőződését követhesse, magától értődőnek tekintették, hogy az országnak vallásilag egységesnek kell lenni, nem csak a keresztény uralkodók, hanem a pogánylázadók is ezt tekintették magától értődőnek, hogy nem fér meg a pogányság és a kereszténység egymás mellett. Ez volt a középkor, mert gondoljunk arra, hogy még az újkor kezdetén is, a reformáció idején, hogy a vallásháborúkban az a mentalitás nyilvánult meg, hogy már pedig el kell dőlnie, hogy itten melyik vallás uralkodik, és csak nagy nehezen fogadta el Európa azt a gondolkodásmódot, amelyben az egyén lelkiismereti szabadságát tiszteletben tartja a politikai hatalom. A II. Vatikáni zsinatnak a Dignitatis Humanae vallásszabadságról szóló nyilatkozata fényében ma már magától értődőnek tartjuk, hogy ebben a dologban a liberális demokrácia elvei érvényesülnek. Középkorban ez nem volt magától értődő. Az iszlám fundamentalizmusban az a döbbenetes, hogy az újkorban akarja visszaállítani a középkort egy olyan fanatizmus nevében, amelyik ráadásul hát egy alapvető tévedésen alapszik, Jézus Krisztus istenségének elutasításán. Tehát az egyház a maga felfogásában teljesen helyt adott annak, hogy igenis ezen a téren mindenkinek a lelkiismeretét, az egyén szabadságát tiszteletben tartjuk. Fölmerül akkor a kérdés, hogy ha mi Szent István királyt, a
magyar keresztény államiság alapítóját ünnepeljük, tiszteljük, példaképnek tekintjük, Szent István országának valljuk magunkat, akkor mi ennek az alapja, hogyha ugyanakkor liberális demokráciában élünk? De hogyan lehet akkor Szent Istvánt követni, akkor még az ő kormányzati elvei, gyakorlata egészen mások voltak. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy a lényeg Szent István tényleg korszakalkotó tevékenységének a lényege nem egyszerűen abban foglalható össze, hogy ő hogyan kormányzott és milyen korban élt, hanem hogy amit csinált, az akkor nem csak korszerű volt, hanem forradalmian új is volt. Neki egy olyan társadalommal, amelyik úgy gondolkozott pogány módra, és hát egészen más állam alapítási elveket vallott, tehát a király hatalmát a korábbi magyar gondolkodás szerint a család legidősebb férfi tagjának kellett volna örökölni, tehát nem egyeneságú öröklés volt, mint a nyugati országokban. Ugye Szent István azért folytatott olyan sok hatalmi harcot, mert ez ellen, az új elv ellen föllázadtak a reménybeli trónörökösök és azoknak a hívei. De hát az egyenesági öröklés megvalósítása az egy teljesen forradalmi állameszme volt Magyarországon, és az egész keresztény királyság az egy nyugati mintájú új dolog volt, ő akkor mert újat bevezetni a keresztény hit fényében. És ez az, amiben a példaképnek kell őt tekinteni, hogy igenis a keresztény hit fényében a jelenkornak megfelelő, tehát jelenleg a lelkiismereti szabadságot tiszteletben tartó kereszténység, amelyik most nem intézményekkel, hatalmi eszközökkel akarja érvényesíteni az elveit, hanem meggyőződése, de érvényesíteni akarja, és itt egy gyökeres különbség van azért a kereszténység és a liberalizmus között. A különbség az, hogy a liberalizmusban az emberi szabadság megalkotja magának a törvényt. A keresztény hit viszont mindig vallja és vallani fogja, hogy van egy fölöttünk álló változatlan törvény. Ez döntő különbség. Tehát én nem konstruálom a törvényt. Ha úgy gondolom, hogy a homoszexualitás bűn, akkor az bűn. Ha úgy gondolom, hogy megengedett, akkor az megengedett. Ha úgy gondolom, hogy az abortusz gyilkosság, akkor az gyilkosság. Ha úgy gondolom, hogy megengedett, akkor megengedett. Ugye ez a fajta liberális gondolkodás, hogy az emberi szabadság megalkotja magának a törvényt. Ez lényegében Isten hatalmának, Isten uralmának, a teremtés rendjének egy önkényes felforgatása, a sátán lázadása van benne, nem akarok szolgálni, nem ismerek magam fölött felsőbb hatalmat, és ez mindig összeegyeztethetetlen marad a kereszténységgel, ebben nem lehet alkalmazkodni. Alkalmazkodni abban lehet az újkor szelleméhez, hogy az elveinket nem kényszeríteni akarjuk, nem egy feudális állammodellt akarunk visszaállítani, hanem a meggyőzés eszközével akarunk élni. Ugye ez, de viszont egy meggyőződött kereszténység van mögötte. És testvérek, ezzel néha baj van. Sokszor felhasználják a keresztény történelmiségünket egy olyan visszaélésnek az elfogadtatására, ami már nem kereszténység, hanem pogányság. Olyan tanok hangzanak föl, amelyek a tiszteletre méltó szimbólumból, a koronából fétist csinálnak.
valamiféle rejtélyes természet fölötti erővel ruházzák föl. A kereszténységet kiforgatják a történelmi mi voltából. Én most hallottam a rádióban vasárnap egy ilyen nyilatkozatot valakitől, aki nem emlékszem a nevére, ha jól értettem, azt fejtegette, hogy a magyarok már 30 ezer évvel ezelőtt is keresztények voltak. Lehet, hogy nem jól értettem, de valami ilyesmit mondott. És természetes, hogy akkor a kereszténység önálla, az nem a názáreti Jézus követését jelenti, aki Poncius Pilátus alatt szenvedett. Hanem valamiféle más, ami olyat fejtegetett, hogy a Jézus Krisztus az azt jelenti, hogy a körös Jézus. Mert Jézus a körös Isten fia. Az ősi kereszténységben, ugye abban az igaziban, amit a ős magyarok vallottak. Én ennél szemtelenebb sarlatánságot még nem hallottam. Jézus Krisztus, de a Krisztus szó, Krisztos, görög szó, ez a szótárakban, a nyelvtankönyvekben benne van ez óvodás dolog, hogy a krió kenni ige, szenvedő melléknévi igeneve, akit megkentek, a fölkent, ez a jelentése. Ez görög szó. A görög ajkú zsidóság, a szorvány zsidóság, amely görögül beszélt, így mondta a Mashiach, fölkent héber szót, a Messiás, Krisztus. És akik Jézusban hittek, azok ezt a melléknevet adták neki, hogy ő a Messiás. Az egy történelmi adottság, amely az első századból származik. Mindenféle hókusz-pókusz, amelyik azt akarja bebizonyítani, hogy a magyarok tulajdonképpen keresztények voltak, és az az igazi kereszténység, és nekünk nem is kellett semmiféle pogányságból megtérnünk a keresztény hitre. Ez hazugság. Ez a tényekkel ellenkezik. Igenis, meg kellett térni. Igenis, mindenkinek meg kell térnie. És itt van a Szent Istváni örökség lényege, mert amit ő csinált, az mélységes keresztény meggyőződésből csinálta. Ő Szent Adalbert tanítványa volt, legfogékonyabb ifjúságában, néhány évvel az uralomra jutása előtt, akkor találkozott a Prágából menekült Adalberttel, aki csupa tűz volt Istenért, és Szent István is csupa tűz lett Istenért, és mindent, amit tett, az egy mély, személyes meggyőződés hatotta át. És ez az örökség, hogy ezt a személyes meggyőződést át kell adni. És törvényekkel át lehet adni a, mondjuk a templomba járás szokását. Ő előírta, hogy el kell menni a vasárnapi misére, ugye, a templomok építését, és hogy egy ember maradhat csak otthon a háztűzre vigyázni. Ugye ezeket törvényekkel elő lehet írni, de a belső meggyőződést azt nem, ahhoz meg kell térni. Ahhoz belső változásnak, forradalomnak kell történnie az emberben, aki találkozik az élő Istennel. A názáreti Jézusban, aki egyházában itt van köztünk, István találkozott vele. Ő valóban megtért ember volt, apja talán csak politikus, de ő mindenképpen meggyőződéssel csinálta, amit csinál. És ez a meggyőződés az örökségünk, a megtérés igénye, ez a Szent Istváni örökség, amit tovább kell adnunk a meggyőzés eszközével, a tanúságtétel eszközével, szabad emberek a szabad embereknek, de ez nem fakultatív, ettől az üdvösségünk függ.